Megugrott az ingatlan értékesítés szinte minden régióban, az év elejétől emelkednek az ingatlan árak is, a kamat támogatott és a csokkos lakáshiteleknek pedig emelkedik a forgalmuk a pénzintézeteknél. Pörög a lakáspiac, és ezzel egy időben növekszik a lakáshitelek kihelyezése is. Az országban szinte minden régióban ez jellemző. A lakásárak átlagosan 15%-kal megugrottak idén. Júliustól igényelhető a gyermekek után járó családok otthonteremtési kedvezménye, amely szintén növekedést hozott a lakáshitelek piacán is. A hitelt kérők 20%-a érvényesíti a csokot. Több konstrukció közül választhatnak azok, akik lakást vennének hitelből. A Fairbank törvény után forint alapú többféle kamatperiódusú hitel lehetőséget vázolnak fel a tanácsadók az ügyfél számára. A családosok élnek az állami támogatások adta lehetőségekkel. Egy 8-9 millió forintos lakáshitelnél három gyermek után a kölcsön 20%-át biztosítja a csok, azaz megvan akár a készpénz nélkül a hitelhez szükséges önerő. Egyébként a Magyar Nemzeti Bank által közzétett lakossági adatok szerint idén csak a nyári hónapokban meghaladta a 100 milliárd forintot a kihelyezett lakáshitelek állománya. Az országban több mint 35 ezer lakóingatlan cserélt gazdát ugyanebben az időszakban. Az ingatlan árak szinte mindenhol a tavalyihoz képest 15%-kal magasabbak, átlagosan 160 ezer forint négyzetméterenként. A lakást vásárlók ebben a régióban az olcsóbb, a 9 millió forint alatti ingatlanokat keresik leginkább. A vásárlók döntő többsége a fiatalabb korosztályhoz tartozik. Folytatjuk ezt a témát itt a stúdióban. Köszöntöm Zborainé Barkasi Anikót és Szalkai Bélát. Jó estét kívánok! Üdvözlöm Önöket! Ugye pörög az ingatlan piac, ezt hallani minden csatornán, és az érzékelhető már ennek az évnek ezen időszakában, hogy több lakást adtak el, vagy több adásvétel volt ebben az évben, 2015-ben, ez idáig, mint az elmúlt 6 évben összesen. Ez némi túlzás, vagy valóságos? Némi túlzás. Viszont érezhető a piacon, hogy egyre nehezebb ingatlan találni a lakásvásárlóknak, vagy a családi házat keresőknek. Szűkül a kínálati piac elég rendesen, és fel van adva a lecke a költözni szándékozóknak. Ugye azt tudjuk, hogy régiónként más-más a jellemző, tehát mennyi adásvétel, vagy mennyi tranzakciószám van, azért az is számít, hogy melyik régióban él az ember, és látja az adatokat. Mi jellemző most az észak-kelet-magyarországi térségre? Ugye ez általánosabban elmondható országos szinten, Budapest ugye, ami vezet, viszont a megye székhelyek országosan követik a fővárost, és ugye megyén belül Nyíregyháza az, ami listavezető, elsődlegesen ugye vidékről mindenki szeretne beköltözni, és megyeszékhely után a nagyobb városok, de egyébként a csoknak köszönhetően a kis településeken az olcsó ingatlanok adásvétele is megindult, ami igazából nullával volt egyenlő az elmúlt 4-5 évben, most ott is beindult az ingatlan értékesítés. De a legnagyobb felfutás Nyíregyházán van. Mennyit emelkedtek az eladási árak, ha csak mondjuk az évelejétől nézzük? Évelejéhez képest helye közel 8-12%, ez kategóriától függ, szélsőséges esetek vannak. Igaz az is, hogy az áraknál nem, hogy alkudozni nem lehet, de még néhol a licit is jellemző. Lehet alkudozni, mert a licit is egy alkú, csak fölfelé alkudozunk, nem lefelé. De ez jellemző itt is? Abszolút mértékben, tehát keresett kategóriában jó ingatlan, amire nem nagyon kell költeni, inkább rálicitálnak az ügyfelek egymásra, a vevők, csak azért, hogy az övék legyen és ne kelljen tovább keresgélni, mert aki már 2-3 hónapja keresi és szeretne egy hónapon belül költözni, az lehet inkább 300-400 ezer és többet kifizet, csak ne kelljen várni. No, most ebből az feltételezhető, hogy akár sok a készpénzes vevő is. Van készpénzes vevő is a piacon, de egyre többen mernek hitelt fölvenni a megfelelő hitelezési lehetőségek mellett, de szerintem kolléganő erről több mindent tud elmondani. Tehát az ingatlanpiaci növekedést a szakértők magyarázzák azzal is, hogy a jelenlegi államilag támogatott lakáshitelkonstrukciók jónak mondhatók. Hányféle hitelből lehet választani? Sokféle hitelből. A két nagy csoport van. Vannak az úgynevezett piaci hitelek, amikor a kamatperiódus akár 3 hónaptól indulhat és 20 évre is be lehet fixálni. A másik nagy csoport pedig az úgynevezett otthonteremtési kamat támogatott hitel, aminek a jellemzője, hogy az első 60 hónapban, tehát 5 évig az állam kiegészítő kamat támogatást nyújt, ez 6% vagy az alatti kamatot jelent, és 5 év nyugalmat, fix kamatot. A devizahitelek kivezetése hozzásegítette a hitelezéshez?
Sokan megnyugodtak, sokan most szembesültek, hogy még mindig magas a tartozásuk, a fennálló tartozásuk. Találkoztam olyan példával is, hogy inkább úgy döntenek, hogy eladják ezt a meglévő ingatlant, amiből rendezik, és kedvező feltételekkel tudnak új hitelt igényelni. Akkor, hogyha ilyen tág a hiteleknek a piaca és a lakáshiteleknek a piaca, akkor az ügyfelek mi szerint döntenek, vagy mi szerint dönthetnek, hogy melyiket választanak? Hát nagyban befolyásolja a lehetőségük is, viszont mindenféleképpen érdemes nagyon alaposan megnézni a bankok kínálatát, mert igaz, hogy támogatott hitel, igaz, hogy piaci hitel, de óriási különbségek lehetnek a konstrukciók között. Mi a jellemző egyébként használt lakásvásárlása, mert ugye az új családok otthonteremtési kedvezményét is azért vezették be, hogy a használt lakások vásárlására is fordítható legyen az állami támogatás. Hozzájárult-e ahhoz, hogy a használt lakáspiac egy kicsit élénküljön, vagy növekedjen a kereslet és a kínálat találkozón? Hát sok évig azt mondták, hogy nincs ingatlan piac tulajdonképpen. Igen. Hozzájárult jelentős mértékben, és igazából picit át is rendezi a gondolkodásmódot, a vásárlási szemléletet az ügyfeleknél. Sokan egy-két gyerekkel lakásban gondolkoznak, aztán miután szétnéztek a piacon és látják a kínálatot, hogy nem megfelelő minőségű és még drága is, és alig van belőle, egy csokkal kiegészítve, illetve 1-2 millió forint többlet hitel fölvételével abszolút mértékben versenyképes egy 7-8-9 millió forintos lakás, panel lakás vagy lepukkant téglagázos lakás helyett egy 12-13 millió forintos családi ház. Lehet kintebb van, viszont másabb életteret biztosít egy gyerekes családnak, mint egy társasházi lakóközösségben, és sokan ebbe az irányba elmozdulnak, miután látják a kínálati viszonyokat. Ugye félre kell tenni azt, hogy használt lakásra veszi fel a hitelt, vagy új építésű lakásra, hát újonnan nem is nagyon épültek lakások, főleg ebben a régióban az elmúlt időszakban, de hogyha már itt tartunk és a csoknál tartunk, akkor ugye a bankok nagy része önerőként is beszámítja a csokot, és nagyon sokszor az önerő hiánya gátolta a hitelfelvételt. Mi most jellemző? Igen, ez így van. Ez is bankfüggő. Van olyan bank, amelyiknél csak a meglévő gyerekek után járó kedvezmény számít önerőnek, van olyan bank, amelyiknél nem. Tehát érdemes utána nézni mindennek. Mit jelent az, hogy az önerő akár kiteheti a hitelnek a negyedét, vagy még talán attól is többet? Bizonyos gyerekszámhoz, természetesen komfortfokozathoz és négyzetméterhez van kötve a támogatási összeg. Így van, hát több mint 3 millió forint a maximálisan felvehető ez a kedvezmény. Na most nem ez a jellemző. De ha számolunk egy olyan 1 millió 300 ezer forintos csokkal, meg egy kis önerővel, akkor a forgalmi érték 80%-ába ez beleszámít. Tehát visszafelé kell számolni, milyen értékű az az ingatlan, aminek a 20%-a 1 millió 300 ezer forint, és még egyszer mondom, hogy bankfüggő, hogy akár önerő nélkül is lehet vásárolni ingatlant. Most októbertől egyébként, október 1-től változott a csok valamiben, vagy néhány ponton eltér, miben tér el. Igen, szerencsére pozitív módon változott. Most már a hasznos alapterületbe belevették az úgynevezett egyéb helységeket is. Eddig nem számoltak csak a fűthető helységek négyzetméterével. Most például a kamra, előszoba, vagy egyéb ilyen nem fűthető helység, ami a ingatlannak a szerves részét képezi. Ez növeli a beszámítható hasznos négyzetmétert és a hozzájáruló kedvezményt. Mit szólnak ahhoz, hogy most már a lakás hiteleknél olyan jó konstrukciókat lehet kikalkulálni, kiszámítani, hogy olyan alacsony törlesztő részleteket lehet egy-egy hitelfelvételnél produkálni, ugye szakértők értenek ehhez, hogy kevesebb bekerül egy hitel törlesztő mondjuk 20 évig fix kamattal, mint egy albérlet a fiatalok számára, és ugye a bejátszásban is szerepelt ez az információ, hogy zömmel a lakásokat most a fiatalabbak, vagy a fiatalabb családok keresik. Abszolút mértékben igaz, korábban is beszéltünk már erről. Elmozdult az albérletpiac, nincs is albérletkínálat megfelelő a piacon, ami van, az drága, és 15-20 ezer forint különbség van egy 2 szobás 50 négyzetméteres lakásnál minimális önerővel a törlesztő részlet és az albérleti díjfizetés között. A
hitel javára, tehát ennyivel kevesebbet spórol valaki, ha a sajátját fizeti. Viszont még egy kérdés nagyon fontos, szigorúbbak-e a bankok most a Fair Bank törvény után, ugye létezik ez a bizonyos hitelfék intézménye? Eddig is szinte ezt követték. Ugyanilyen feltételekkel ment a bírálat, sokkal jobban nem szigorodott. Tehát nincsenek nagyobb kritériumok, szigorúbb feltételek a hitelfelvétel. Február 1-től lépett életbe a felbanki szabályozás, de tavaly-tavaly előtt már hasonló kondíciókkal, feltételekkel kínáltak a bankok hiteleket, úgyhogy nem érezzük ennyire a változást. A forint hitel egyébként kiszámíthatóvá tette a piacot, mert sok emberben a devizahitel miatt a hitelezés az egy hidegrázós kifejezés volt, viszont most már abszolút lehet kalkulálni és tervezni hosszú távra nyugodt szívvel. Köszönjük szépen az információkat!